A Magyar Labdarúgó Szövetség szerda délután sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a női labdarúgó NB egy hivatalos szponzora, a Jetsol lett. Az eseményen részt vett az MTK férfi labdarúgó csapatának kapitánya, Kanta József, az Újpest játékosa, Simon Krisztián és a miénk támadója, Böde Dániel is. A hölgyeket a Honvéd, az MTK, az Újpest és Szabó Viktória révén a Ferencváros egy-egy labdarúgója képviselte. A jó hangulatú eseményen elhangzott, a szövetség rendkívül fontosnak tartja a női futball népszerűsítését. A nap fénypontjaként a fővárosi egyesületek vegyes csapatai is megmérkőztek egymással, és örömmel jelenthetjük, a minitorna zöldfehér sikerrel zárult. Nem volt újdonság, mondom, gyerekkoromban nagyon sokat fociztam itt lányokkal, úgymond régi emlékeket elevenítettem fel, egy jó volt, főleg úgy, hogy nyertünk is. Hát abban akármilyen játékot játszok, mindig szeretek nyerni, legyen az társasjáték, vagy akármilyen labdajáték. Amit játszottunk, akkor itt is mindenféleképpen nyerni szerettem volna. Igen, megnyertük. Hát nagyon jó volt, nagyon szórakoztató kis játék, ilyenben még nem volt részem így az utcán, így ennyi ember, hát nem ennyi ember előtt, de így nagyon szórakoztató volt, öröm volt játszani vele. Igen, nagy rangadó volt, főleg, hogy olyan játékosok ellen játszottam, akiket eddig csak tévéből figyelhettem meg, és van egy-kettő példaképem is, például Böde Daniőre nagyon felnézek, úgyhogy öröm volt vele játszani. El lehetett lesni esetleg valamit ebben a kis fociban? Hát azért annyira nem volt idő, inkább a pályán lestem át egy-két dolgot, miközben néztem tévéből, de azért jól ment neki, nagyon agresszív volt. Ja, az esemény célja a női futball népszerűsítése, ezzel gondolom ti is egyetértetek. Igen. Azt próbáljuk, hogy minél több néző legyen a női futballban, minél több embert érdekeljen. Maximálisan úgy gondolom, hogy nagyon jó meccseket láttam a női futballban. Bízom benne, hogy ilyen töretlenül fognak fejlődni tovább is, és kiváló meccsek lesznek továbbra is. Láttál akkor már korábban női foci meccseket? Hát magyar bajnokság, bajnokit még nem, tévében néztem EB-t, VB-t. Előbb-utóbb akkor bízom benne, hogy a magyar bajnokiba is bele tudok pillantani. Ez így van, főleg úgy, hogy világbajnok női labdazsönglőrünk van, ha jól tudom. Ez úgy gondolom, igen, úgy gondolom, hogy ez elég nagy bizonyíték arra, hogy ügyes női labdarúgónk vannak, de itt ebben a játékban is láttam, hogy kiválóan mozognak a lányok. Hát most az, hogy felkerüljünk a felsőházba, hogy ez az első négy, utána pedig, hát mi szeretnénk döntözni az MTK-val az NB1 első helyéért. Mennyi esélyt látsz erre? Hát szerintem minden esély megvan rá. A Szombathelyen játszunk, aki szintén valószínű, hogy az első négy helyen végez, és velük is szoros meccs lesz biztosan, de remélem, hogy győzünk. Szerintem győzni fogunk.